Sziasztok! Ebből a videóban most megtudhatjátok, hogy milyen hatással van az alkohol az izomépítésre, viszont először vizsgáljuk meg azt, hogy mit is kezd vele a szervezetünk, illetve milyen hatást gyakorol az egészségünkre nézve, úgyhogy tartsatok velem! Először is nem állt azt tisztába tennünk, hogy mit kezd a szervezetünk az alkohollal. Az etanol az változatlan formában szívódik át a véráramba, ami már a gyomorban megkezdődik, de a nagy része majd a vékony bélfalain keresztül jut be a vérbe. A keringés által eljut a szervezet különböző pontjaira, többek között az agyba is, ezért is tudnak ugye megnyilvánulni a jól ismert hatásai. A bevitt alkohol nagyobb része azonban a májban fog majd eloxidálódni, egy eléggé összetett láncreakció következtében, de szerintem most felesleges lenne részletezni, mert nem ez a videó témája, végső soron majd víz és széndioxid keletkezik belőle. Ami még lényegesebb az, hogy milyen köztes termékek keletkeznek, még eljutnánk ide, mert több olyan vegyület is létrejön, ami károsabb a szervezetünknek, mint maga az alkohol, például ilyen az acetát és az acetaldehid, de ami még nagyobb baj, hogy ugye ezek a vegyületek is bekerülnek a véráramba. Az alkohol lebontásáért felelős enzim az alkohol dehidrogenáz, aminek az az érdekessége, hogy lényegtelen mennyi alkohol van a véredben, nem fog tudni gyorsabban dolgozni, így minél többet iszol, annál tovább tart majd a metabolizáció, ezért is leszel egyre részegebb, és ezért lehet alkoholmérgezést is kapni, ami akár halállal is végződhet, mert a máj körülbelül 16 ezrelék alkohollal tud megbirkózni egy óra alatt. Oké, erről még nagyon sokat lehetne beszélni, de nézzük meg végre, hogy ez hogyan befolyásolja általánosságban az egészségünket, és milyen hatással van az izomépítésre. Kezdjük először a negatív hatásokkal, amit az alkohol és bomlás termékei okozhatnak, hogy később majd mondhassak valami pozitívat is. Nem az a fő célom most, hogy ez egy prevenciós videó legyen, de azért nem árt tudni, hogy mikkel kell szembenéznie valakinek, hogyha többször néz a pohár fenekére a kelleténél, bár tudom, hogy ti nem tesztek így, és ezért is szeretnék megkérni titeket arra, hogy osszátok meg minél több helyen, és minél több emberrel ezt a videót, hát ha lesz majd olyan, akire gyakorol valamilyen hatást, és azt mondja, hogy itt az ideje változtatni. Szóval, a most következő negatív hatások akkor fognak jelentkezni, hogyha túlmennénk a moderált alkoholfogyasztáson, és a legtöbb negatív hatást vizsgáló tanulmányok általában 4 és 7 pohár italt napi rendszerességgel fogyasztó emberek vizsgálatával készülnek. Szerintem az mindenki előtt már ismert, hogy az alkohol az egy addiktív szer, és ilyen mennyiségű napi szintű fogyasztása az már alkoholizmus, és elszomorító adat, de sajnos toplistásak vagyunk az alkohol fogyasztása terén, és körülbelül 1 millió alkoholista él itthon, vagyis minden tizedik ember alkoholista. És ha valakit bővebben érdekelne ez a téma, akkor ajánlani tudom, hogy Zahár Gábor média megjelenéseire és előadásaira keressen rá itt a YouTube-on. Illetve mivel jár még az alkoholizmus, ugye erőszak, depresszió, emberi kapcsolatok megromlása, ítélőképesség torzulása, és még a szervezetre gyakorolt hatásairól ugye nem is beszéltünk. A megelőzhető halálesetek nagy része is az alkoholnak tulajdonítható, számos daganat kialakulása köszönhető a mértéktelen alkoholfogyasztásnak, úgy mint a szájüregi daganatok, gyomorrák, vastagbélrák, a cirrózis, vagyis a májrák, és nyilván a májhoz több elváltozás és károsodás is köthető, mert itt zajlik le az etanol metabolizációjának a számottevő része, ilyen például az alkoholos hepatitis, és a máj elzsírosodása, ami majd később hozzájárul a májzsugorodás kialakulásához. És itt a máj elzsírosodásánál fontos megemlíteni egy biokémiai változást, amit az alkohol egy köztes bomlás terméke, az acetát okoz. Ugyanis amikor az acetát belép a véráramba, akkor gátolja a zsírnak a lebomlását. Ennek következménye ugye az lesz, hogy a legtöbb zsírsav, ami a vérben van, az szépen el lesz raktározva. Igaz, a vérben jelenlevő zsírok mennyiségét, azt tudjuk befolyásolni a kajálásunkkal, de a lényeg az, hogy nem az alkoholból lesz majd valahogy zsírsav, mert a máj az már túl elfoglalt ahhoz, hogy új zsírsejteket képezzen, ezért az acetátból kevesebb mint 5% fog csak zsírként elraktározódni, és ha csak az idézőjeles, mert a túlnyomó része ennek a májban fog lerakódni,
és ugye a sok kicsi, az sokra megy. Na de mi az a mennyiség, ahol ez már problémát jelent? Körülbelül 2 ital esetén, vagyis 28 g alkohol bevitelekor még csak kismértékben emelkedik a máj által termelt fehérjéknek a mértéke, vagyis ez azt jelenti, hogy 1-2 ital lebontása még nem okoz túl nagy gondot a májnak. Viszont sajnos olyan megfigyelést is tettek nők esetén, hogy már napi rendszerességgel fogyasztott 1-2 ital is emelheti a mellrák kialakulásának kockázatát, úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hogyha valaki hajlamos a mellrákra. Értem ezt az alatt, hogy előfordult már a családban, akkor mindenképp rizikófaktorként kell kezelni. Igaz azt, hogy valóban veszélyeztetette valaki valamilyen betegséggel, azt csak géntesztekkel lehet biztosan megállapítani. Egyébként az, hogy az alkohol megemeli a mellrák kialakulásának kockázatát, az annak köszönhető, hogy gátolja a folát felszívódását. A folát a B-vitaminok családjába tartozik, és megfigyelések szerint azoknál a nőknél, akiknek a vérében magas volt a B-vitamin szintje, 90%-kal kisebb eséllyel alakult ki mellrák, mint azon nők esetében, akiknek alacsony volt a B-vitamin szintje a vérükben. Egy másik vizsgálat szerint pedig napi 600 mikrogram folát bevitellel a moderált alkoholfogyasztás okozta a felszívódás gátlása és az ehhez kapcsolt rák kialakulásának az esélye megakadályozható. Szóval nők esetén mindenképp előnyös egy B-vitamin és egy folát kiegészítés alkalmazása. Továbbá szintén a nők esetén fontos azt megemlíteni, hogy súlyos és visszafordíthatatlan magzati károsodást is okozhat akár már egy kis mennyiségű alkohol bevitele is, hiszen a véráramba kerülve eljut a magzathoz maga az etanol és a még károsabb bomlás termékei is. Emellett ugye az sem elhanyagolható, hogy az egyes gyógyszerekkel való kölcsönhatása akár gátolhatja azoknak hatását, vagy még károsabb lehet a szervezetre nézve. És arra még nem is volt szó, hogy a túlzott alkoholfogyasztás az károsítja a hasnyálmirigyet, a szívizmot, keringési panaszokat okozhat, gyengíti az immunrendszert, sőt a dohányzással együtt még megtöbbszörözi a gégerák és a nyelőcsőrák kialakulását is. Úgyhogy most már ideje áttérni a pozitív egészségügyi hatásaira, és utána szó esik majd arról is, hogy mit jelent ez számunkra az izomépítés szempontjából. Még itt az elején fontos leszögezni, hogy az alkoholnak a pozitív hatásai csakis moderált, egy maximum 2 pohár ital elfogyasztása esetén mutatkoznak. Talán a legfontosabb hatása, amit a szív- és érrendszerre gyakorol. Ez több dolognak is köszönhető, egyrészt ugye az alkohol az stresszcsökkentő, és köztudottan rosszat tesz a szívnek a stressz, szóval kerülnünk kell azt, már amennyire lehetséges. A másik fontos hatása pedig, hogy megemeli a vér HDL szintjét, amit jó koleszterinként ismerhetünk hétköznapi néven, és ezzel javítja jó és rossz koleszterin arányát, ami egyértelműen pozitív hatással van a kardiovaszkuláris rendszerünkre. Tisztítja az ereg falait, és ezáltal pedig csökkenti az érelmeszesedés és a trombózis kialakulásának kockázatát. Továbbá az alkohol növeli az inzulin érzékenységét, ami csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását, és hozzájárul a jobb tápanyag eloszláshoz, ami nem csak egészségügyileg, de izomépítés szempontjából is mindenképp előnyös, sőt a moderált alkoholfogyasztók esetén 1/3-ára csökkent az epekő kialakulásának az esélye, de oké, nem húzom most már tovább az időt, és nézzük, mi a helyzet az izomépítéssel. Van jó és rossz hírem is. Na, a jó hír az az, hogy 1-2 sör vagy pohár bor után 17%-os tesztoszteron szint emelkedés tapasztalható, pedig ugye eléggé elterjedt az a köztudatban, hogy az alkohol az tesztoszteron szint romboló. Nos, az igazság az, hogy nem alaptalanul, de a tesztoszteron szint csökkenéssel csak egy moderált alkoholfogyasztáson túl kell számolnunk. Úgyhogy még a libidó emelkedését is a pozitív oldalra írhatjuk, viszont ezzel nagyjából ki is merítettük az izomépítésre gyakorolt pozitív hatásokat, ugyanis a fehérje szintézis mértékét azt redukálja. Igaz, ezt nagy mennyiségnél figyelték meg, és nincs arra bizonyíték, hogy 1-2 pohárnál is fennállna-e, mivel nem végeztek rá vizsgálatokat, de több mint 100 kutatás és tanulmány keletkezett már ebben a témában, ahol az alkohol és az izomépítés kapcsolatát vizsgálták, és ezek összevetéséből az látszik, hogy a fehérje lebomlást azt igaz, hogy nem befolyásolja, tehát nincs izombontó hatása az etanolnak, viszont a fehérje épülését, ezen belül is az mTOR útvonalat az gátolja, és ugye mi kell az izomépítéshez, hogy több fehérje épüljön be, mint amennyi lebomlik,
és volt, ahol 30%-os fejlesztés visszaesést is megfigyeltek, ami már arányaiban lehet, hogy több lebomlást eredményez, de tényleg hangsúlyozni kell azt, hogy moderált alkoholfogyasztás esetén nem végeztek megfigyelést, és csak az én hipotézisem, de kétlem, hogy egy vacsora mellé elfogyasztott pohár bor, vagy egy sör a haverokkal, az lenne bármilyen negatív hatása is az izmok építésére. Na de nézzük meg, hogy mivel kell számolni annak a gyúrósnak, aki úgy dönt, hogy kirúg a hámból a hétvégén. Többek között 23%-os tesztoszteron szint csökkenéssel, 36%-os kortizol szint növekedéssel, és még növekedési hormon szint csökkenéssel is, legalábbis az alkoholfogyasztás utáni 12 és 24 órában. Nyilván, hogyha ez mindennapos, vagyis már alkoholizmusról beszélünk, akkor az nem összeegyeztethető sem a testépítéssel, sem az egészséggel. És egy fontos dolog, amiről még érdemes pár szót említeni, az az, hogy lényegében nincs hatásbeli különbség az ital fajtáját tekintve, de érdemes alkoholfogyasztás esetén nem az agyon cukrozott vagy színezékekkel telerakott piákat választani, egy jó minőségű sör, egy pohár vörösbor vagy pár cent házi pálinka után még azért pozitív hatásokra számíthatunk. Ha eddig napi szinten vagy akár csak heti egyszer-kétszer többet ittál, mint egy-két pohár vagy korsó, akkor érdemes visszavenni a mennyiségből, viszont hogyha eddig nem ittál semmit, akkor most ne kezd el csak azért, hogy pozitív hatásokat remélj. Érdemes mérlegelni, hogy beletartozol-e valamilyen veszélyeztetett kategóriába. Persze ez nem azt jelenti, hogy valakinek 10 vagy 20 évesen el kell kezdenie napi egy pohár bort meginni, mert volt már a családban szívbeteg, nyilván ennek majd később lesz jelentősége, de nem árt tisztában lenni ezekkel, ha pedig azért nem mertél eddig inni, mert tartottál attól, hogy ez majd negatívan befolyásolja például a sportteljesítményed, akkor szerintem felesleges lenne ezért megvonni magadtól egy pohár sört, ha nagy ritkán megkívánod. Azt is tudom, hogy a legtöbben tínédzserként fogjátok megnézni ezt a videót, és szeretném, ha tudnátok, hogy nem menő inni, és egy fejlődő szervezetben még nagyobb károkat okozhat az alkohol. Igazából a sok infó tudatában, amiket most elmondtam, már mindenki le tudja vonni a következtetést, és el tudja dönteni, hogy igyon, ne igyon, keveset vagy sokat. Remélem, hogy hasznos volt ez a pár perc, ez az eddigi legrészletesebb videóm, és talán már egy kicsit túl részletes is, de tudjátok, ismertek, én ilyen vagyok. Szeretném, hogyha minél több emberhez eljuthatna ez a videó, úgyhogy kérlek, osszátok meg, és lájkoljátok, mert én innen tudom, hogyha tetszett nektek. Köszönöm, hogyha segítetek, köszönöm, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg, és találkozunk legközelebb.